estét kívánok! Mai műsorunk témáját egy nézői észrevétel adta. A Gyöngyösoroszihoz tartozó Károly Táró lakótelepen augusztusban bezárt az egyetlen vegyesbolt. Az ott élők aggódnak, mert sok közülük a beteg és a rokkant nyugdíjas, akik a tél beköszöntével nem mernek útnak indulni bevásárolni Orosziba vagy Gyöngyösre. A közel 200 lakosú Károlytáron a privatizáció hatására egyetlen vegyesbolt látta el a lakosságot, ám idén nyáron a boltot bezárták. Az üzemeltetőjének, Lázár Csabának és szüleinek az állami privatizációs RT-vel volt bérleti jogviszonya. Az országos ért és ásványbányák felszámolásával a telep lakóházait megvették az ott élők, azonban a volt tagiskola, amely már jó ideje közösségi házként működött, az APVRT tulajdonába került a benne lévő bolttal együtt. Különféle klubok találtak itt helységet maguknak, és a szórakozási lehetőség is egyfajta módon úgy megoldott volt. Na most a későbbiekben, mikor az APVRT ezt az egész épület komplexust, közösen mondom, magáénak tudta, tehát végül is birtokba vette, ő kötött egy szerződést, aki 1996. augusztus végéig üzemeltette az itt megtalálható élelmiszerboltot és italboltot. A bolt tehát működött, egészen 1994-ig. Ekkor a vállalkozónak több problémával kellett szembenéznie. Másfél évvel ezelőtt a tisztiorvosi hivatal bezárta, hivatalosan, amelyre kapott önkormányzat is papírt értesítést róla, és a saját bőrünkre, hogyha esetleg elkapnak, hogy mégis üzemelünk, és az nem kevés pénz, 50-100 000 forint a büntetés manapság, hát azzal mi tovább üzemeltettük, hogy hát, ha mégis eladják végül, és mi feljavítjuk úgy, hogy kell. A mostoha működési feltételek ellenére a boltnak volt forgalma. Mi sem bizonyítja jobban, mint a helybéli emberek panaszai. Hát mindenért, de egy kiló sóért, vagy egy él, akármi a legkisebb ér, is be kell menni Gyöngyösre. Ez ember feletti. A fiamnak 1600 forint a nyugdíj. Most képzelje el, hogy számolja ki, hogy naponta, ha bemegy háromszor egy héten, mert ugye teljes mindent meg kell venni, akkor mennyibe kerül 170 forint egy úti költség? Az egy hónapban mennyire megy? Az alapellátás megszüntével a károlytárójaknak ahhoz, hogy hozzájussanak napi szükségleteikhez, el kell utazniuk Orosziba, de ha zöldárut akarnak vásárolni, akkor Gyöngyösre. Az autóbusszal történő utazást viszont már nem tudja minden rászoruló megtenni. A lakók egymásra vannak utalva, csak hogy ezek a kapcsolatok nem mindig működnek zökkenőmentesen. Akinek van kocsija, az bemegy, de nem kérdezi meg a másikat, hogy nem kell valamit hozni Gyöngyösről, mert szívesen megteszem. Egyetlen egy német származású fiatal házaspár van itt a pérházban, akik megkérdezik, hogyha mennek be, hogy nem kell hozni valamit, fölírják, és akkor hozzák. Minden szó nélkül a diszkontból hozzák, ahol legolcsóban lehet vásárolni. Aki tud, utazik, mert kenyeret és tejet venni kell. Ezt gondolta az Orosziban működő Tóth ABC tulajdonosa is, aki az önkormányzat kérésére kedvezményt biztosít a település részen élőknek. Amikor megszűnt a Károlytárónál az üzlet, felkeresett bennünket a polgármesteri hivatal, hogy mi úton módon tudnánk az ellátást a Károlytárónál segíteni végül is, mert biztosítani nem tudjuk. És olyan ígéretet tettünk, hogy akik lejönnek Károlytárótól vásárolni, annak úti költségtérítést fogunk biztosítani. Ezt a kedvezményt tudjuk tartani, tehát végül is ez nekünk nem jelent gondot, ameddig igény van rá. Szerintem az lenne az igazi megoldás végül is az ott lakóknak, hogyha egy bolt létesülne ott minél előbb, és egy ellátást tudna nekik biztosítani. Erre azonban még várni kell. Az eltelt 3 hónapban az önkormányzat több szakemberrel is tárgyalt a bolt ügyében. Szeretnék, ha minél hamarabb a tulajdonukba kerülne az üzlet, legyen az bármilyen rossz állapotban is. Jelenlegi állapotában, mindegy, hogy most már romos, lelakott állapotban, kerüljön vissza a tulajdonunkba, és keressük meg azt a vállalkozót, aki hajlandóságot mutat arra, hogy ezt az élelmiszerboltot felújítja, és természetesen tovább üzemelteti. Mondjam azt, hogy megfelelő bérleményért, béleti díjért, ami abban nyilvánult volna meg, hogy amit ő ránkölt erre az épületőre, természetesen lelakhatta volna, és nekünk ugye nem kellett volna béleti díjat fizetni, csak vállalta volna itt a lakótelepnek az alapellátását.
Az ellátást biztosítani akaró önkormányzat képviselői november 28-án tárgyalnak az APVRT-nél Budapesten. Bíznak az RT jóindulatában és megértésében. Arról a kérdésről, hogy várhatóan mikor lesz volt Károlytáron, a polgármester asszony pozitívan vélekedett. Ha most azt mondom, hogy holnapi nap folytán kapnánk valami csoda révén egy levelet, hogy tulajdonjogilag miénk ez az épület, akkor legrövidebb és legzárosabb határidőből szinte azonnal. Egy biztos, a vállalkozó, aki eddig üzemeltette a boltot, nem kíván visszamenni. Ha lehetne visszamenni, árulni a boltba? Nem hiszem. Nem. A gyöngyös-oroszi önkormányzat és az állami privatizációs részvénytársaság közötti tárgyalás eredményéről műsorunk kezdetéig nem kaptunk hírt. A megállapodásról az Aktuális című hírműsorunkban beszámolunk. Kedves nézőink! Önök a Nézőpontot, az Aktuális tényfeltáró műsorát látták. Szerkesztőségünk legközelebb decemberben jelentkezik. Viszontlátásra!